Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Neumann Társaság a Jelenből a Digitális Jövőbe című online konferenciáján. Én Képes Gábor vagyok, én leszek a délután házigazdája, moderátora. Én 20. éve vagyok a Neumann Társaság tagja, és mindenkit várunk a tagok közé. Erről a regisztráció során küldtünk is linket. Most pedig nem is húzom tovább az időt, hanem fölkérem a Neumann Társaság elnökét, dr. Beck Györgyöt, hogy köszöntse a résztvevőket. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Neumann Társaság nevében ezen a rendhagyó konferencián. A konferencia nem rendhagyó, hiszen minden évben volt eddig szakmai konferencia, és ezt idén is megtartottuk, vagy meg fogjuk tartani. Egy kis változás azért volt, a korábbi években egy digitális esélyegyenlőség című konferenciát tartottunk, amit az előző vezető Alföldi István kiválóan szervezett, de a kollégáimmal úgy gondoltuk, hogy a digitális világ, a digitalizáció olyan szinten elfoglalja az életünket, a jövőnket meghatározza, hogy kicsit általánosabb témájú konferenciát lenne érdemes szervezni. Ezért választottuk a jelenből a Digitális Jövőbe című konferenciát. Azon kívül, hogy a tartalomban változtattunk, formán is változtatni kellett, ezt igazából nem terveztük, hanem egyszerűen itt a jelenlegi pandémia helyzet miatt ugye az online térbe kellett behozni a konferenciát. Nagyon remélem, hogy ilyen formában is mindenki számára érdekes és izgalmas lesz. Ráadásul megpróbáltunk ennek az egész online világnak az előnyeit is behozni, hiszen ha belegondolunk, erre a konferenciára most nem kell elutazni megfelelő helyre mindenkinek, hanem bárki bárhonnan be tud jelentkezni, és hát részt tud venni a konferencián. Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy több mint 300-an regisztráltak a konferenciára, tehát nagyon sokan élvezhetik ezt, és hát utólag is meg lehet majd nézni az előadásokat. A másik előnye ennek az online létnek az, hogy nem csak bárki bárhonnan hallgathat bele, hanem az előadásokat is bárki bárhonnan meghallgatja. Így az előadók elődei között szerepel ifjú Székelyhídy László, aki a Lipcsei Egyetemen Németországból fog bejelentkezni, és George Tiles, vagy Tiles György pedig Palo Altóból, a Silicon Valley-ből fog nekünk egy előadást tartani. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mellettük igen neves előadókat, idén érdekes témákat is sikerült megnyernünk erre a mai konferenciára. Úgyhogy mindenkinek kiváló szórakozást és kiváló információkat kívánok. Miután ez a konferencia jelenleg ebben az évben a legnagyobb Neumann konferencia, ezért úgy döntöttünk, hogy a hagyományos Neumann díjakat is ezen a konferencián fogjuk átadni, természetesen ugyanúgy virtuálisan. Az első díjunk, amit hagyományosan ezen a konferencián, vagy pedig ebben az időben szoktunk átadni, az a Neumann professzori díj. A Neumann professzori díjat közösen alapítottuk a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetemmel, és az volt a célunk, hogy egy olyan kutatót, professzort, szakembert keressünk erre a díjra, akinek az életpálya eddigi eredményei abszolút megfelelnek a névadónak, Neumann János életútjának. És hát az elmúlt években többek között Lovász László professzor kapott egy díjat, illetve a tavalyi évben Dan Schechtman, egy izraeli vegyész kutató, aki 2011-ben kémiai Nobel-díjat kapott a kvázi kristályok felfedezéséért. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben az évben is egy kiváló kutatót, professzort találtunk, jelölthettünk erre a díjra, aki el is fogadta, úgyhogy szeretném is megkérni a díj társalapítóját, a Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetem rektorát, Józsa János, hogy csatlakozzon hozzám, és szeretném megkérni ifjú Székelyhelyi Lászlót is, hogy csatlakozzon hozzánk, hiszen ő a idei Neumann professzori díj győztese. Gratulálunk, szeretnék kiasználkodni, először én is gratulálok, és néhány szóban szeretném elmondani, hogy miért is gondoltuk, hogy
abszolút Székelyhídi László eddigi munkája és a jövőbeli tevékenysége is abszolút méltó a Neumann János professzori díjhoz. László, ifjú Székelyhíd László, azért is, mert azon kívül, hogy fiatal, a szülei is híres matematikusok, úgyhogy egy matematikus családba nőtt fel. Az Oxford Egyetemen szerezte a matematikus diplomáját, utána a lipcsei Max Planck intézetben szerzett PhD-t, és aztán később a Princeton Egyetemen, a Zürich Egyetemen oktatott, tanult és hallgatott előadásokat. 2011 óta a Lipcsei Egyetemen professzor, és ott folytatja a kutatásait. A egyik legnagyobb eredménye, ami legnagyobb visszhangot keltett, az 2018-ban kollégáival együtt sikerült bebizonyítani Lars Onsager, Nobel-díjas vegyész, folyadékáramlással kapcsolatos matematikai sejtését. Ez rettentő nagy visszhangot váltott ki, és többek között emiatt is László elnyerte a német Leibniz-díjat, amit Németországban a német Nobel-díjnak is neveznek. Alapvetően László a parciális differenciális egyenletek területén dolgozik, ott vannak a legnagyobb, legérdekesebb kutatásai. Ezeket főleg rugalmassági és hidrodinamikai folyamatok elemzésére, leírására használják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az évben is méltó jelöltet, méltó választottunk, méltán László fogja kapni ezt a majdnem professzori díjat. Sok sikert kívánok neki, gratulálok, és megkérem a társalapító vezetőjét, dr. Józsa Nános rektorát, hogy ő is mondja le gondolatait. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hallatszom? Igen. Jó, köszönöm szépen. Szóval azt szeretném mondani először is, hogy mindenben egyetértek előttem szólóval. Mindennel ledobott a rendszer. Jó. Most hallotok? Igen, igen. Jó, nagyszerű. Legalább egy olyan 5 percig fönn szokott tartani, 5 perc alatt végzem. Amúgy igen. Is a lámpalázamnak ez jót tett, ha valami ilyen gigszer jön, utána az ember nagyszerű előadásokat szokott tartani, mert már bármi történhet. No, szóval én szeretnék mindjárt az elején gratulálni, és Gyuri, veled együtt azt mondani formálisan, hogy akkor Lászlónak most adjuk át ezt a Neumann professzori címet, és akkor ennek mindahányan nagyon örülünk. És akkor mondom, ami így van, mondom, amit te nem mondtál, először is ugye, hogy ő egy 43 éves fiatalember. Kicsit bele kell húznia, mert a matematikusoknál ez már Matuzsálem életkor, de hát Lovász Laci 70-en fölül is produkálja magát. Másrészt pedig, akik kapták ezt a címet, azok között van egy igazi Nobel-díjas, és van közöttük egy matematikai Nobel-díjas, amit nem Nobelnak hívnak, Lovász László. Tehát mindenki kitalálta a hallgatóságból, ezzel arra akarok célozni, hogy a mostani kitüntetettünk húzzon bele, és legalább ezt a matematikai Nobel-díjnak tekintett díjat szerezze meg, mert az nekünk is nagy örömmet szolgál, különösen, ha majd az akkori laudációjához valaki, aki ott ezt megteszi, bemondja, hogy egyébként a mi Neumann János professzori címünknek is birtokosa. Itt vannak ezek a parciális differenciál egyenletek, meg az Euler, meg a hidrodinamika, meg az Onsager. Szóval én tavaly az akadémia rendes tagja lettem a műszaki tudományokon belül a hidrodinamika szakterületén, tehát én nekem nagyon jól jött
Lászlóval való megismerkedés. Már első beszélgetéskor majdnem elcsúsztunk a turbulencia megmagyarázásának az irányába. Tőlünk, a Műegyetem részéről, ahol több karon is ez egy nagyon fontos szempont, elvárjuk, hogy a műszaki tudományok gyakorlatias szintjére is majd lesznek ötleteink megoldatlan problémára, hogyha jutna ideje felénk is eredményeket adagolni, az nagyszerű lenne. A műegyetemi rektor ablakai a Dunára néznek, és a Duna felszínén látszódnak azok a koherens, fúró örvények, amik följönnek, és egyfajta makroturbulencia struktúrát adnak. A koherencia azt jelenti, már nem a Lacinak magyarázom, hanem saját magamnak gyakorlom, hogy ezek nem periodikusak, hanem ha fölbukkan, ajha, egy perccel ezelőtt is valami hasonlót láttam, meg 3 perccel ezelőtt is, tehát ez az izgalmas koherencia, amit aztán inkább akkor nem is lehet Fourierizni, hanem inkább wavelet transformálni, ez még mindig nem a vizsgáztatásnak a szakasza. Ebbe úgy látom, hogy nagyszerű partnerrel találtunk. Kezdem befejezni. Az büszkeség nekünk, hogy ő a Lipcsei Egyetemen tanár, de hát ha Eulerrel foglalkozik, akkor hát autentikus, hogy egy német egyetemen legyen tanár. Most mondom meg az őszintét, Gyuri, Laci, tisztelt hallgatóság. Ezt a díjat azért szavaztuk meg lelkesedéssel ifjabb Székelyhidi Lászlónak, mert szeretnénk, hogyha ezen keresztül tartós és az eddigieknél is erősebb kapcsolatot ápolna a magyarországi tudománnyal. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem az én készülékemben fogom a hibát keresni, hanem ráhagyjuk. Nekünk volt egy szeretetteljes próbálkozásunk, ez a randevú nem jött össze, jönnek még székelyhidi típusú fickók, majd azokkal próbálkozunk. László habitusát mindazonáltal messze fölülemelkedettnek tartom ahhoz, hogy ez a frígy így most egy ilyen hivatalos kapcson keresztül. Szerintem köszönjük szépen, János, most valahogy beindult újra a lencse, lejárt az időhatár, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, még egyszer gratulálunk Ászlónak ez a díjhez. Én akkor ezennel befejezem saját beszédemet, és átadom nektek a végtelen virtuális teret a ma délutáni várható nagy-nagy élvezetekhez. Ölelek mindenkit! Köszönjük szépen akkor még egyszer, János, mint társalapító, és akkor megkérem Lászlót, hogy a konferenciánk első előadását tartsa meg. Köszönöm szépen a szót. Nagyon megható és nagyon megtisztelőek ezek a nyitószavak. Tisztelt rektor úr, kedves János, tisztelt elnök úr, kedves Gyuri, tisztelt hallgatóság. Több okból nagyon örülök ennek a díjnak és ennek a felhívásnak, hogy itt előadhatok. Egyrészt, mint rektor úr mondta, én is bízom abban, hogy szorosabb kapcsolatokat tudunk kiépíteni, vagy én a magyarországi felsőoktatással, a kutatással. Azért is örülök a BME-vel való kapcsolatnak, mert mint azt az előadásomnak az absztraktjában is írtam, a hidrodinamika tulajdonképpen két területre bomlik, vannak a mérnökök és fizikusok, akik megfigyelik azokat, amiket nem tudunk megmagyarázni, például a Dunában örvényeket, és a matematikusok, akik megmagyarázzák és bebizonyítják azokat a dolgokat, amiket nem tudunk megfigyelni. És ezt a két végpontot, ezt a két pólusát a hidrodinamikának, ez a nagy feladatunk ezt összekötni, és ehhez szükség van egy dialógusra.
Annak is nagyon, nagyon örülök, hogy a díj által megismerhetem a Neumann Társaságot, és bízom benne, hogy ez a kapcsolat ez is hosszú éven túl még maradandó marad. Rektor úr nagy bizalmat helyezett belém, és igazából tehát az, hogy a matematikai Nobel-díj táblata, ezzel kapcsolatban csak megjegyezném, hogy igazából a 40 év feletti életkor matematikusok számára az nagyon megnyugtató, mert ugye 40 év felett már nem lehet Fields medált kapni, tehát egy bizonyos nyomástól megszabadulunk. Úgyhogy én bíztam benne, hogy ez a nyomásmentesség ez még egy pár évig megmarad, de úgy látszik, hogy ezt rektor úr újra visszahelyezte. Az előadásom címe Logikai szörnyetegek a hidrodinamikában. Ezzel tulajdonképpen előbb megemlített két pólust szeretném kicsit összekötni. Logikai szörnyetegek nyilván az a matematikusok által alkotott szörnyetegek, és a kérdés, hogy mi közük van a hidrodinamikához. Talán, hogy kontextusba helyezzem az előadásomat, ezt a nagyon szép és végtelenül szerény gondolatát Wigner Jenőnek szeretném megosztani a hallgatósággal, bizonyára sokan ismerik. A matematikának a természettudományok terén való hasznossága csodával határos. Az a tény, hogy a matematika nyelve alkalmas a fizikai törvények megfogalmazására, csodálatos ajándék, amelyet soha nem leszünk képesek igazán megérteni, vagy kiérdemelni. Na most az, hogy mi a matematika nyelve, ami alkalmas a fizikai törvények megfogalmazására, először a bolygómozgásról szeretnék egy pár mondatot mondani. Ugye köztudott, hogy az ókori görögök óta egészen a középkorig, 16. századig az egy általánosan elfogadott tény volt, hogy bolygók kör alakú pályán mozognak. És megjegyezném, hogy ez még annyira bebiztosított és kétségbe vonhatatlan tény volt, hogy még a geocentrikus elvet sikerült Kopernikusznak megdöntenie, a pálya kör alakúságában ő sem kételkedett. Valószínűleg azért, mert a kör az a legnagyobb szimmetriával rendelkező pálya. Na most Kepler 1609-ben kísérleti adatokra támaszkodva ez korrigálta ezt a kör alakú pályaelméletet, és felállította az ellipszis féle törvényét, de az igazi nagy dobást azt Newton 1687-ben vitte véghez. Ő ugyanis nem kísérleti adatokra támaszkodva, hanem tulajdonképpen levezetve, eltűnt a, most látom, hogy a képlet az eltűnt, vagy hát nem látható, legalábbis eléggé rossz, na mindegy. Szóval ez egy képlet lenne, ami ugye az 1 per R négyzet féle gravitáció törvény, ami a bolygónak a gyorsulását jelenteni, és Newton ezt a törvényt állította fel, és ebből aztán levezette az elliptikus pályatörvényt. Tehát ez úgy értendő, hogy megoldotta ezt az egyenletet, ezt a differenciál egyenletet, és bebizonyította, hogy a megoldása az egy ellipszist ír le. Na most ez a történet óriási változást hozott a természettudományok terén, ugyanis, nagyon jó, erre nem figyeltem sajnos, az összes képlet az eltűnt, de hát mivel, hogy itt nem szakemberek vannak a hallgatóságban, talán mindegy. Tehát ezek mind differenciál egyenletek kellenének, hogy legyenek. Itt a fólián a Newton törvénye az a gyorsulás törvény, Euler egyenlet az ideális folyadékok egyenlete, Navier-Stokes egyenlet a súrlódással ugyanez, Maxwell féle egyenlet az elektrodinamikában, Schrödinger egyenlet. Tehát ezek differenciál egyenletek, amelyek fizikai alaptörvényeket írnak le.
És Newtontól kezdődőleg az volt az alapelve az alkalmazott matematikának és a fizikának, hogy ezekből a infinitezimális differenciál egyenletekből, törvényekből kell levezetni azokat a jelenségeket, amiket észlelünk. Na most az előadásomban az Euler és a Navier-Stokes egyenletre szeretnék koncentrálni. Hát itt nagy baj lesz, mert ezeket a képleteket sem lehet megérteni. Itt sajnos minden eltűnt. Így ez így nehéz ezt az előadást tartani, elnézést kérek. Nem lehet egy PDF-et bevinni ebbe az előadásba? Elnézést, hogy a technikai stábot kérdezem, mert így igazából értelmetlennek ezek a fóliák. Mi látunk képleteket, László. Rendes képleteket? Igen, hát valami szimbólumokat igen, de azt kéne látni, hogy az F, a Newton, tehát a Newtonnál azt kéne látni, hogy F egyenlő. Igen. Illetve többé-kevésbé egyenlő ρ szor L négyzet szer U négyzettel. Ezt nem már tudom, így nem. Ezt nem. Ez nem. Tehát valami szimbólumokat látni, de nem azt, amit kéne. Tehát ami nem elnézett négyzetben, hanem a kettesek azok olyanok, mintha alsó indexbe lecsúsztak volna. Igen. És a harmadik képlet az is kicsit össze-visszaság lett. Lehet, hogy ebből ki fog kerekedni egy újszerű megoldás, nem gondolod? Hát elképzelhető. Na mindegy, akkor folytatom az előadást, bár valaki most azt írta a chatben, hogy lefagyott a kép. És igazából én is úgy érzem, hogy a kép lefagyott. Intézzük, 5 perc. Aha, jó. Akkor addig elmondom, hogy itt mi lenne a probléma. Tehát ez... Téged ez hallunk azért, László. Tessék? Téged hallunk rendesen. Jó, hogy amíg hallanak engem, addig tudok beszélni. Na most az egyik alapvető problémája a hidrodinamikának, hogy mi a légellenállási tényezője egy bizonyos alakzatnak. Tehát itt egy gömb, L-sugarú gömb, és az egy U-sebességű egyenletes áramlatban van, és a kérdés az, hogy mi a légellenállás. Ez azért is fontos, mert a légellenállásnak ugye, hogyha nem gömb alakú lenne, hanem mondjuk repülő szárny alakú, akkor az ellenállást az úgy is lehet érteni, hogy felhajtó erő. Tehát ez nagyon számtalan mérnöki alkalmazása van ennek a kérdésnek. És ezzel már Newton is foglalkozott, és felírt egy képletet, ez a principiában van benne, ami hát annak kéne lennie, hogy ρ, tehát a folyadék vagy gáz sűrűsége, szer L négyzet, szer U négyzet. Na most, majdnem 100 évvel később D'Alembert is ugyanezzel a problémával foglalkozott, de neki kijött, hogy a légen ellenállási erő egyenlő nullával, legalábbis akkor, hogyha ideális folyadékokról beszélünk. És a D'Alembert képletét utána Stokes újra megnézte, és kicsit általánosította a nem ideális folyadékokra, de tulajdonképpen a D'Alembert és Stokes képlete az megegyezik, de teljesen ellentmond Newtonnak, és egyébként D'Alembert képletéből az is következne, hogy nem lehetséges repülni. Na most itt az alsó szürke négyzetben az Euler egyenletnek kéne megjelennie, illetve a Navier-Stokes egyenletnek, és ezek azok a differenciál egyenletek, amik leírják, hogy a fizikai törvényeket, amik ehhez a hidrodinamikai problémához tartoznak, és amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani, az, hogy Newton nem használta ezt az egyenletet, Newton korábban ez így nem volt ismert, ez később Euler fedezte fel. Newton tulajdonképpen mai nyelven úgy mondanák, hogy dimenzióanalízisre azt használta. D'Alembert és Stokes viszont az egyenletet használták. Na most, ugye D'Alembert nyilván tulajdonképpen rossz jelenséget vezetett le, ugyanis azt tudjuk szabad szemmel is, hogy vezetni lehet.
de a különbség a képletek között, aztán, na most, igen, szóval ez a fólia ez nem is annyira rossz. A Reynolds szám az nem jött ki, de meg a hatványok is, a 10 a 6-on, 10 az 5-en, az is össze-vissza van. Igen, ezért akartam én PDF-et küldeni, de minden áron PowerPointot kért a technikai stáb, ehhez nem voltam hozzászokva. Na mindegy. Szóval a történetnek a csattanó az az, hogy Stokesnak és D'Alembernek is majdnem igaza van, és Newtonnak is. De különböző szituációkban. Tehát Stokesnak és D'Alembernek kis Reynolds számnál, tehát labináris, nem turbulens mozgásnál van igaza. Ez például a biológiában fontos, különböző mikroorganizmusok, ahogy úsznak vagy mozognak valamiféle folyadékban. A nagy Reynolds szám esetében viszont Newtonnak van igaza, ez a turbulens mozgást jelenti. Most igen, ez a víz, levegő, golflabda, autó, ezzel azt szeretném, azt akartam bemutatni, hogy ez a nagy Reynolds szám 16-on kéne lennie, ez ilyen hétköznapi szituációkra vonatkozik. Tehát, hogy egy autó városban közlekedik, vagy golflabda repül, amit elütöttünk, és így tovább. Tehát ez normális, hétköznapi szituációkra vonatkozik. Rektor úr is mondta, hogy kinéz a rektori szoba ablakán, akkor ilyen turbulens örvényeket lát a Dunában. Na igen. Tehát nagyon fontos az, hogy ebben a történetben, hogy Stokes és D'Alember az egyenletből a newtoni elv alapján le tudta vezetni a lamináris mozgásra vonatkozó légellenállási szabályt, de nem tudták levezetni a turbulens mozgásra vonatkozó légellenállási szabályt. Egy másik példa, nem tudom, hogy le van-e most megint ilyenek, hát látok a chatben, hogy le van fagyva, de nem baj, folytatom az előadást. Szóval ez egy hétköznapi kísérlet, amit mindenki otthon el tud végezni, vagy akinek van gyereke, az biztos már próbálta is, hogy egy szívószálat felfele tartunk, belefújunk, és így próbálunk meg egy pingponglabdát egyensúlyozni a légáramlattal. Tehát ez a kérdés, hogy, és az az érdekesebben a kísérletben, hogy ezt nem olyan nehéz megcsinálni. Az, hogy nem nehéz, az azt jelenti, hogy ez a vertikális pozíciója a pingponglabdának, tehát itt van ez a fekete szívószál, jön ki U-sebességgel a légáramlat, amit kifújunk, és itt az elsugarú pingponglabda, ez egy stabil pozíció. És a kérdés az, hogy ez miért stabil? Na most ehhez kapcsolódik egy... Na most itt jó lett a Parsif egyenlet, ez jó lett. Tehát ehhez kapcsolódik egy Parsif egyenlet. Aha, közönség mindent lát rendesen, jó. Akkor ez a fontos. És ezt a híres, híres szovjet fizikus Landau tanulmányozta pont erre a szituációra, hogy mi a stabilitásnak az oka, ha egy ilyen idealizált szívószálból felfele megy egy gázsugár, akkor, és a stabilitást azt úgy lehet magyarázni, ugye, hogy mi a hidrosztatikus nyomás profilja. Landau ezt az egyenletet ezt megoldotta, és kijött neki, hogy a hidrosztatikus nyomás itt ez a piros görbe, aminek a maximuma láthatóan a forgástengelyen van. Na most viszont, hogyha maximum a forgástengelyen van, a vertikális pozícióban, az pont azt jelenti, hogy ez egy nagyon is instabil állapot, és teljességgel lehetetlenség lenne egyensúlyozni a pingponglabdát. Úgyhogy itt valami nem stimmel. A kérdés megint az lehet, hogy a modell nem stimmel, de ez egy alapvető fizikai törvény, Navier-Stokes egyenlet, vagy valami más nem stimmel. Minden esetre a matematika nyelvével le tudjuk írni a törvényt, de nem tudjuk ezzel a törvénnyel, matematika nyelvén elmagyarázni a jelenséget.
Ezzel van az alapvető probléma. Na most, kicsit egyszerűbben megfogalmazva, hogy mit értünk az alatt, hogy levezetni egy egyenletből egy jelenséget. Itt egy nagyon egyszerű geometriai példa. Képzeljünk el egy madzagot, itt ez a fekete madzag, és a kérdés, és tegyük fel, hogy ez a madzag nyújthatatlan. Tehát, mint mondjuk spárga, többé-kevésbé nyújthatatlan, de ugye nem, de flexibilis. Az, hogy nyújthatatlan, az tulajdonképpen úgy lehet elképzelni infinitezimálisan, hogy elképzelünk rajta ilyen kis gyöngyöcskéket felhúzva, és az nyújthatatlanság az azt jelenti, hogy két egymás mellett helyezkedő gyöngynek a távolsága az nem változhat. Tehát a szögek változhatnak, de a távolság nem változhat. És akkor ez egy infinitezimális tulajdonsága, ez a nyújthatatlanság, és ebből ugye le lehet vezetni, hogy a madzagnak a hossza állandó. Most ez egy nagyon egyszerű példa, de ez a lokális tulajdonságból globális vagy makroszkopikus jelenséget levezetni, ez egy nagyon egyszerű példa erre az elvre. Itt van egy kicsit bonyolultabb példa. Két dimenzióban képzeljünk el egy nyújthatatlan lapot, például egy papírlapot. Papír az többé-kevésbé hajlítható, de nem nyújtható. Na most egy papírlapot ugye összegöndöríthetek egy hengerré, de gömböt azt már nem tudunk belőle csinálni. És ez egy híres tétele Cauchynak, híres francia matematikusnak 19. század elején, hogy ha elképzelünk papírból egy gömböt, akkor ez a gömb ez összenyomhatatlan, ez merev. Tehát megpróbáljuk kézzel kicsit benyomni, akkor az nem fog sikerülni. Ez a Cauchynak a összenyomhatatlan vagy merevségi tétele. Ezzel teljesen ellentétes módon John Nash be tudta bizonyítani, hogy mégiscsak lehetséges gömböt összenyomni, méghozzá bármilyen picire. Na most itt van, képzeljük el, hogy ez a nagy, sima gömb, ez az arany gömb, ez egy sugarú, ebből tudunk, össze tudjuk nyomni ilyen egy-kettet sugarúra. De Nash-nél többet bizonyított, tulajdonképpen azt bizonyította, hogy matematikai módon mondjuk tehát tudunk egy olyan asztali földgömböt gyártani, ahol a távolságok, tehát ugye nyújthatatlanságról van szó, tehát távolságok megmaradnak, a távolságok megfelelnek a rendes földön levő távolságokkal. Tehát teljességgel fizikailag lehetetlenséget lehet matematikailag bebizonyítani. Na most ez a kis gömb, ez nem egy egyszerű hajlításból keletkezik, mert azt Cauchy ugye bizonyított, hogy egyszerű hajlítással nem lehet összezsugorítani a gömböt. Ha közelebbről megnézzük, akkor ilyen korrugációkból áll ez a Nash-féle gömb, és hogyha kicsit még bezumolunk, akkor azt is lehet látni, hogy minden bármilyen skálán egyre több ilyen korrugáció van. Tehát soha nem fogunk valami sima objektumot látni, ez egy nem sima objektum. Egy matematikai szörnyeteg, ehhez mindjárt visszatérek ehhez a kifejezéshez. Na most, hogy tudjuk ezt a Nash konstrukciót elképzelni? Először vegyünk egy két skálás mozgást. Most két skálás mozgás alatt azt értem, hogy két különböző periódusú mozgásnak a szuperpozícióját veszük. Tehát mondjuk elképzelhetjük, hogy a Föld forog a Nap körül egy bizonyos periódussal, és ugyanakkor a Hold meg forog a Föld körül egy másik periódussal. Ugye az egyik egy év, a másik meg egy nap. És akkor itt van ez a két periódusú, két skálás mozgás. Na Nash ennek egy matematikai absztrakcióját vette, és hogy most egy kicsit nagy lépést kell tennem logikailag, igazából ahhoz hasonlítható a konstrukció, mint hogyha megpróbálnánk egy autóval beparkolni egy szűk helyre, vagy megfordulni egy szűk helyen. Ugye az csak nem lehet egy gyors mozdulattal, mert az autó nem tud minden irányba
mozogni. A kontroll probléma szerint a kontroll paraméterek száma kevesebb, mint a dimenziója a térnek, ahol mozgunk. De elég sok centizgetéssel ugye be lehet parkolni a helyre, hogyha egyáltalán elég nagy, és meg is lehet fordulni egy kis helyen, sok centizgetéssel. Na most a Cauchy tételét azt úgy kell elképzelni, hogy centizgetés nélkül nem lehet gyorsan beparkolni egy kicsi helyre. A Nash konstrukciója, a Nash tétele pedig pont azt mondja, hogy ez igaz, de nagyon sok centizgetéssel ezt meg lehet csinálni. És most a különbség az autóparkolás és a Cauchy meg a Nash tétele között az az, hogy az egyik az véges dimenziós, a másik meg végtelen dimenziós. De ugyanez az elv. Na most a Nash-féle centizgetésnél nem csak kettő skála van, hanem végtelen sok skála. Tehát el kell képzelni, hogy az a korábbi, hogy megvan a Föld mozgása nap körül, a Hold mozgása a Föld körül, és a Holdon még vannak még kisebb műholdak, amik még kisebb periódussal mozognak. És ez ad infinitum, végtelen sokszor. Na most, hogyha a Nash gömböt elmetszük egy síkkal, akkor kb. Ilyen alakzatot kapunk, mint amit a baloldali képen látni, ez a piros görbe, ennek a deriváltja, tehát a tangense, az pedig egy ilyen eléggé cikcakos görbe. És matematikai nyelven ezt úgy is lehet mondani, hogy ennek a függvénynek az energia spektruma az egy hatványfüggvény. Ez a technikai zsargon ehhez, és ennek már nagyon is turbulencia szaga van. És ugyanezzel a módszerrel, ahogy ezt Nash megcsinálta, ugyanilyen módszerrel tudunk megoldásokat konstruálni az Euler és Navier-Stokes egyenletre, amik aztán sokkal inkább közelítenek a fizikai jelenségekhez, mint a sima megoldások. Na most itt jönnek a logikai szörnyetegek, ugyanis ezek a fajta fraktálszerű konstrukciók, ez nem egy újdonság, ez már a 19. században Weierstrass is szerkesztett ilyet, de abban az időben még nagy ellenállásra talált, ugyanis Poincaré, a alkalmazott matematika egy nagyon nagy alakja, ezekről a fajta függvényekről a következőt írta: a logika szörnyetegeket szül. Fél évszázada látjuk egy bizarr függvények tömegét, amik úgy tűnik a valamiféle hasznos célt is szolgáló becsületes függvényekhez épp oly csekély mértékben hajlandóak hasonlítani, amennyire ez lehetséges. Régebben, ha egy függvényt felfedeztek, azt gyakorlati célból tették. Manapság azonban csak azért teszik ezt, hogy atyáink gondolkodás módjába beleköthessenek, és más egyéb nem is fog belőlük kisülni soha. Poincaré nagyon sok igaz dolgot mondott, de szerintem itt tévedett, ugyanis a turbulencia leírásához pontosan ezek a fraktálszerű függvények vagy szörnyetegek szükségesek. Na most ez nagyon szép, de ennek miközben a alkalmazásokhoz. Ez miért jó? Erre Neumann János egyből két választ is adott. Először is a hidrodinamikai problémák prototípusként szolgálnak bármely olyan problémához, ahol nem lineáris, parciális, differenciál egyenletek szerepelnek. Na most ezt nagy általánosságban mondta, a mai egyik híres, vagy aktuális probléma ugye a járványtervedés helyes modellezése, ehhez is prototípusként lehet használni a hidrodinamikai problémákat. Másrészt általános tapasztalat, hogy áramlástani numerikus problémák aránytalanul nehezebbek és időigényesebbek, mint hasonló problémák a matematikai fizika egyéb területei, például kvantummechanika vagy elektrodinamika. Tehát az áramlástani numerikus problémák azok egy bizonyos benchmarkot adnak, és ez tulajdonképpen, tehát erre egy jó példa az, hogyha a Navier-Stokes egyenletet akarjuk arra alkalmazni, hogy kiszámoljuk egy kis időtartamon belül a levegőáramlást egy autó körül, az manapság is a leggyorsabb szuperszámítógépekkel évszázadokig tartana. És ezt úgy szokás elkerülni, hogy a apró skálákor történő örvénymozgásokat leegyszerűsített modellekkel helyettesítjük.
Hasonló a helyzet a meteorológiában. Budapesten például négy meteorológiai mérőállomás van, tehát csupán ezen a négy helyen mérik a hőmérsékletet és a csapadékot, és ez a négy adat szolgál arra, hogy ki tudjuk számolni például a holnapi időjárást. Tehát egy nagyon gyenge felbontásról beszélünk, ugye négy pont, ami Budapestet le kell, hogy fedje. Tehát ezek a problémák arról szólnak, hogy hogyan befolyásolja a kis skálán történő dinamika a makroszkopikus dinamikát. És ez tulajdonképpen ez az, amit a fraktálszerű függvények és ezek a logikai szörnyetegek képesek leírni, és ez tulajdonképpen az én kutatási területem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket.
Thank you.
Nagyon szépen köszönjük Székely Ildi professzor úr előadását. Hát még így is nagyon érdekes volt, hogy sajnos technikai hiba miatt mi, akik a háttérben a moderátor, illetve az előadók vagyunk, mi nem mindent tudtunk nyomon követni, de azt észrevettem, hogy érkeznek kérdések a professzor úrhoz. Hát most a technikai csúszás miatt erre már lehet, hogy nem lesz lehetőség, hogy ő válaszoljon, de ezeket a chatszobában érkező kérdéseket, ezeket természetesen el fogjuk hozzá juttatni, és a délután folyamán a többi előadó figyelmét is felhívom arra, hogy a kérdések moderálása menüpontnál figyelje ezeket a kérdéseket az előadása vége felé, és legalább egy-egy érdekes kérdésre próbáljon meg szóban reagálni, ha pedig nem megy, akkor később írásban biztosítunk erre lehetőséget. Nagyon gratulálok még egyszer a professzor úr díjához is, és van még egy díjunk, amit szintén társszervezetekkel közösen adunk át, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ennek jelenítsék meg a díjáját. Köszönöm szépen. Ez pedig nem más, mint az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila díj, amit az Infotérrel és az IVS-szel együtt ad át minden évben a Neumann Társaság. Ez a díj, ez Kovács Attila emlékére született, aki vívó világbajnok volt, és mellette egy csodálatos szakújságíró, és az idei évben az ő emlékére alapított díjat Sági Gyöngyi kapja meg, munkásságáért és informatív népszerű szakmai oldalának, a Digitrendinek a létrehozásáért és szerkesztéséért. Úgyhogy Sági Gyöngyinek is sok szeretettel gratulálok, remélem, hogy a regisztráltak között van, és ő is nyomon követi ezt a konferenciát. Most pedig nincs más feladatom, mint hogy felkonferáljam a következő előadót, aki Szökőcs Csaba, az Evosoft Hungary Kft. Vezető szoftvermérnöke, aki Ördögi Mesterségek a Jövő Munkahelyei címmel fog előadást tartani. Hát én korábbi előadásaiba belehallgattam, és láttam, hogy például Így neveld a főnököt címmel tartott előadást, tehát azt hiszem, hogy egy igazán merész és vidám előadó következik, és hát sokan mondják, hogy a robotok elveszik a munkánkat, ugyanakkor keletkeznek szuper új munkák is, talán erről is hallani fogunk. Ha öné a szó, vagy tiéd a szó. Lehet, hogy le van most némítva a mikrofonod. Köszönöm, most már jobb lesz. Ördögi mesterség. Ezt keresztapám mondogatta mindig, Miska bátya, amikor valami olyasmivel találkozott, amit nem értett. És szerintem erre az online konferencia szoftverre is mondott volna valami hasonlót. És 1990-ben, amikor még gyerek voltam, én gyakran nyaraltam náluk, Miska bátyánál, Magyar Remetén, és hát mindig csodáltam, mert ő volt az első olyan mérnök az életemben, aki megtanított arra, hogy a dolgok mögé nézzek, hogy mi hogyan működik és miért. És ebben remekül tudott gyakorolni, volt neki egy régi Moszkvicsa, hát ezt még újonnan vásárolta, és olyan készségei voltak Miska bátyának, amiket ezen a Moszkvicson remekül tudott gyakorolni, mint például a kíváncsiság, a kreativitás, a probléma megoldó képesség, amelyek mind most hasznos készségek, ma is és a jövőben is azok lesznek. És mindezt azért, mert emlékszem, hogy akárhányszor elindultunk ezzel a Moszkvicssal valahová, egy valami biztos volt, hogy le fog robbanni. És ráadásul mindig másképp. De Miska bátyán nem tudott kifogni. Ő kívülről, belülről ismerte az összes csavart az autóban, azzal kezdte, amikor megkapta, hogy szétszette darabjaira, és utána összerakta, hogy megértse, hogy hogyan működik. És ezt próbálta nekem is mindig átadni, hát több-kevesebb sikerrel. Így aztán, amikor elkezdtem informatikát tanulni az iskolában, és a számítógépekkel foglalkozni, akkor lelkesen magyaráztam Miska bátyának, hogy hogy működnek a számítógépek, és nagyon kíváncsian figyelte, és kérdezte, hogy de szétszettem? Hogy néz ki belülről? Mitől működik? És magyaráztam neki ezt, hogy a processzor, a memória, az alaplap, a bitek,
De ő nem tágít otthon. Jó, jó, de a processzor, az, hogy működik. A szétszedtem-e? Hát előbb-utóbb eljutottunk arra a pontra, amikor be kellett neki valljam, hogy hát nem tudom. Tehát működik. Valahogy működik, ebben már nem másztunk úgy bele, és használjuk. És akkor Miska bátya nagyon ráncolta a homlokát, és azt mondta, hogy Csabikám, amit az emberi elme már nem tud így egyszerűen megérteni, az bizony az ördög műve. Vigyázz ezzel a számítógéppel, mert ez egy ördögi mesterség. Hát nem fogadtam meg a tanácsát, végül mégiscsak ott kötöttem ki, hogy programozó lettem, de ezek a szavak gyakran eszembe jutottak később, amikor valami nagyobb technológiai újítással találkoztam. Az első okostelefont a kezembe vettem, vagy beindítottuk az első robotporszívónkat, vagy amikor kipróbáltam az első elektromos autót, akkor eszembe jutott Miska bátya, hogy mit mondana rá. Ördögi mesterség. Mitől félünk, miért félünk így a jövőtől, így az ismeretlentől? Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ide eljött. Én Szökős Csaba vagyok, és az Evosoft Hungary Kft-nél dolgozom. Hát ahogy említettem, szoftverfejlesztőként, programozóként kezdtem 20 évvel ezelőtt, jelenleg projektvezetőként dolgozom. És most ebben az előadásban egy kicsit abba próbálok betekintést nyújtani, hogy milyen jövőbeli munkahelyek, milyen ördögi mesterségek várnak ránk, és ezekhez vajon mi hogyan tudunk fölkészülni, mit kell tudnunk ezekhez. Miért is félünk a jövőtől? Hát azért, mert a jövő bizonytalan, és nem tudjuk pontosan, hogy hogyan kellene rá fölkészülni, és ráadásul a jövőt hajlamosak vagyunk mindig sötétnek lefesteni. Rengeteg ilyen negatív jóslat van, amit már említettek, hogy jönnek a robotok, és elveszik a munkánkat, és az utcára kerülünk. Lehet, hogy a klímaváltozás teszi tönkre a bolygót, vagy a túlfogyasztás miatt eláraszt bennünket a szemét. Dúskálni lehet az ilyen jóslatokban. De a jövő sötétre festése az egyáltalán nem újdonság. Az emberiség történelme során gyakran, sőt, szinte mindig úgy gondolták az emberek, hogy a lehető legjobb időszakban élnek, és innentől már csak hanyatlás jöhet. Most is valami ilyen elképzelésünk van. És ráadásul azt is mindig jósolták az ilyen technológiai újításoknál, hogyha valami nagyobb dolog változott, hogy emberek milliói veszítik majd el a munkájukat. És sokszor igazuk is volt. Emlékszik még valaki például a lámpagyújtogatókra? Én nem. Ők a múlt század elején dolgoztak, minden este kimentek, és egy ilyen hosszú rúddal gyújtották meg a gázlámpákat. Aztán bejött az elektromosság, és ők bizony elveszítették a munkájukat. De mondok egy közelebbi példát, a telefonközpont kezelő. Ez a telefonos kisasszonyok gender semleges neve. Hát rájuk még emlékszem én is, még igaz gyerek voltam, de amikor így fölvettem a telefonkagylót, és beszólt egy kedves csilingelő női hang, hogy jó napot kívánok, kit kapcsolhatok? És én elmondtam, hogy melyik utcából, melyik családdal szeretnék beszélni, és azután ők kapcsolták. És aztán bejöttek az automata kapcsolórendszerek, és elég volt egy telefonszámot tárcsázni, és már nem kellett kézzel kábeleket dugdosni. Bizony ők is elveszítették a munkájukat. Vajon a mi munkánkra is ez vár? Ki tudja. És hogy a jövő ne legyen annyira bizonytalan, egy kicsit tudjunk rá fölkészülni, ezért Ausztráliában a Ford két ausztrál egyetemmel karöltve, a Deakin University-vel és a Griffith University-vel együtt készítettek egy tanulmányt a jövőről, a jövő munkahelyeiről. És ebbe szeretnék én egy kis betekintést nyújtani ebbe a tanulmányba, amit ők készítettek. Ez nem egy ilyen bulvár szintű dolog, hogy most próbáljuk kitalálni, hogy mit hoz a jövő, hanem nagyon alaposan körüljárták a témát. Érdemes utána nézni. 11 különböző szakértőt kérdeztek meg, teljesen eltérő területekről, akik mind kiemelkedőek a saját szakmájukban, és megkérdezték tőlük, hogy milyen trendeket látnak a munkaerőpiacon a jövőben, mi az, ami leginkább meghatározza majd a jövő munkahelyeit,
egyáltalán milyen munkaköröket látnak a saját szakterületükön belül, amikre biztosan szükség lesz majd a jövőben, és hogy ezekhez milyen készségek fognak tartozni. Tehát mi az, amiben képzetteknek kell legyenek az emberek, akik majd ezeket a munkaköröket elvállalják. És ezeket az interjúkat aztán összegyúrták, és készítettek belőle 100 olyan munkakört, szakmát, amire nagy valószínűséggel szükség lesz a jövőben, ebből majd néhányat bemutatok. És ebből a tanulmányból hoztam el néhány érdekes pontot most. Ami érdekes még, hogy milyen trendek, mik azok, amik leginkább meghatározzák a jövő munkahelyeit. Nagyon sok trendet említenek itt, én ebből csak egyet tudok egy kicsit kiemelni. Van itt automatizálás, globalizáció, klímaváltozás, túlnépesedés, mindenféle ilyen manapság divatos trendek. Ebből az automatizálás az, ami talán a leginkább hatással van a munkaerőpiacra, és erről mondanék még néhány szót. Miket állapítottak meg? Az automatizálás az ipari forradalom hajnalán indult be igazán, és akkoriban még leginkább azokat a munkákat automatizálták, amelyek kézzel végzett fizikai munkák voltak, rutinszerű munkák. Most manapság ez már olyan szintre jutott el, hogyha bemegyünk egy autógyárba, na, vagy Győrben az Audihoz be lehet menni látogatni, akkor azt látjuk, hogy több száz méteren, sőt kilométeren át megy a futószalagon, mennek a különböző alkatrészek, és végig robotok dolgoznak rajta, 0-tól 24 óráig a hét minden napján, alig-alig leállva időnként egy-egy kis időre, és alig látunk bent embereket, ők leginkább csak a gépeket felügyelik, és rollerrel és biciklivel járnak a különböző helyszínek között. Tehát ezt már mondhatni kimaxoltuk, ezzel már nagyon eljutottunk messzire az automatizálásban, és most már nem csak ezeket a munkákat tudjuk automatizálni, hanem manapság egészen másképp fogalmazható ez meg. Minden olyan munkát tudunk automatizálni, ami leírható egy algoritmussal, azaz egymást követő lépések sorozataként. És ebbe olyan munkák is beleesnek, amikre elsőre talán nem is gondolnánk. Ugye ami folyamatos, algoritmizálható, az talán egy gyors éttermi dolgozó jut eszünkbe, és lehetséges, hogy néhány éven belül már egy automatából is tudunk hamburgert rendelni. Például vonatjegyet és buszjegyet már biztosan tudunk. De olyan munkahelyek is érintettek lehetnek, amelyek jelenleg jól fizetettek, és keresettek, mint például a könyvelő, vagy egy ügyvédsegéd. Ezeknek a munkáknak is a nagy része automatizálható lesz a jövőben, és érintettek lehetnek ebben. De hogy ne legyen ennyire sötét a jövő, a múltban az ilyen technológiai váltások ugyan elvették az emberek munkáját bizonyos százalékban, de sokkal több munkahelyet teremtettek, mint amennyit elvettek. Persze azért a helyzet nem ilyen egyszerű. Van erről egy hivatkozott tanulmány, az Ausztrál Munkaügyi Hivataltól, ugye egy Ausztráliában készítették ezt az egészet, amiben fölmérték, hogy az elmúlt 30 évben 2016-hoz képest hogyan változott a különböző jellegű munkák aránya egymáshoz képest. És itt nézték a rutinszerű és a nem rutinszerű, kreatívabb munkákat, valamint a kézzel végzett fizikai munkákat és a szellemi munkákat. És azt találták, hogy a rutinszerű munkák mind a két területen jelentősen csökkentek a munkaerőpiacon, elsősorban a fizikai kézzel végzett munkák terén, ezzel szemben a nem rutinszerű, kreatívabb munkák viszont nagyon növekedtek, elsősorban a szellemi munkák terén. És ebből már látható is az első nagy kihívás, talán ami a legnagyobb kihívás lesz, meg már jelenleg is az, hogy azok a munkaerők, akik felszabadulnak, vagy úgymond elveszítik a munkájukat az automatizálás miatt, őket nem lehet egy az egybe áttenni azokra a munkákra, amelyek közben létrejönnek. Ugyanis nem lesznek képesek, nincsenek meg a szükséges készségeik hozzá. És honnan tudjuk ezeket a készségeket megszerezni? Gondolnánk az oktatásra, az iskolai és az egyetemi oktatásra, hogy akkor majd ott megtanítjuk az embereket. Hát ebben sajnos nem állunk jól, sem Ausztráliában, sem nálunk, sőt talán az egész világon nem állunk jól. Mégpedig azért, mert azt sem tudjuk, hogy mire lövünk. A tanulmány szerint a jelenlegi iskolások, tehát akik most iskolába járnak, a 65%-uknak lesz olyan munkaköre, amelyik jelenleg még nem létezik.
Tehát valami olyan dologra kellene fölkészítenünk őket, amiről még nem nagyon tudjuk, hogy micsoda. Hogy mire is készítjük föl őket pontosan. És ennek már most megvannak a hatásai, ugyanis a jelenleg is a cégeknek 40%-a küzd azzal, hogy megfelelő embert találjanak egy pozícióra. És ezt én is abszolút alá tudom támasztani. Az elmúlt időszakban több mint 6 hónapig kerestünk egy olyan embert, akinek valamilyen speciális tudása van. És nagyon nehezen találtunk. Emiatt aztán a cégek kénytelenek egy olyan irányba menekülni, hogy fölvesznek olyan embereket, akik még nem képesek ugyan mindent elvégezni, ami egy munkakörhöz kell, de kiképzik őket. És ezért az elmúlt 2 évben a cégeknél megduplázódott a képzések száma. És ebből az egészből még van egy jövőbeli jóslata a tanulmánynak, hogy ez még mindig nem a vége. Tehát ez még tovább romlani fog, ez az egész állapot, és egészen odáig eljuthatunk, sőt valószínűleg el is fogunk jutni, hogy az emberek a munkaidejüknek az 1/3-át valamilyen képzéssel, tanulással fogják eltölteni a munkahelyükön. Ez valami félelmetes szám, hogy mégis mennyire kell majd tovább képezni az embereket, és hogy mennyire folyamatos lesz ez a továbbképzés. Tényleg ez a lifelong learning, amit emlegetnek, ami nagyon divatos manapság, ezt abszolút alátámasztotta ez a tanulmány is, hogy erre mindenképp szükség lesz. Nagyon fontos kérdés, hogy ha már ennyit kell fektetni a képzésbe, az oktatásba, akkor egyáltalán mire képezzük az embereket? Mik lesznek azok a készségek, amelyekre szükségünk lesz? Erre is behivatkoztak egy tanulmányt, ami a múltból megnéz, hogy mik azok a trendek, amelyek 2012 és 2015 között nagyon jól emelkedtek. És akkor ez előrevetíti, hogy a jövőben mire lesz majd nagyobb szükség. Az egyik ilyen az üzleti szemlélet. Ez egy kicsit emelkedett. Ami érdekesebb, az 10-20% között a kommunikáció, a kapcsolatépítés és a csapatmunka iránti készség emelkedett, ami, hogyha megfigyeljük, mindegyik valamilyen társas készség. Tehát ez egy ilyen emberi tulajdonság, ami nagyon nehezen automatizálható is, ezért folyamatosan nő rá az igény. Nagyon érdekes ez, hogy ebben nem jók a gépek. A következő az 25%-kal emelkedett a prezentációs készségek iránti igény. Ez valószínűleg az oktatással és a képzésekkel van összefüggésben, hogy ez hatékonyabb legyen. Valamint a probléma megoldás, ezt gondoljunk csak Miska bátyára és a Moszkvicsra, ez egyre inkább szükség van rá, hogy a váratlan helyzetekre is tudjunk valamit reagálni. Hogy akkor is tudjunk mondani, hogyha nem leírható, ha nem illeszkedik bele valami az algoritmusba, a szabályokba. Nagyon érdekes, hogy a kreativitás 65%-kal emelkedett 3 év alatt. Ez is egy olyan dolog, ami ugye, ha belegondolunk, a számítógépek, az algoritmusok szabályokra épülnek, folyamatokra, szabályokra. A kreativitás pedig ennek az ellenkezője valahol. Tehát itt is egy olyan tulajdonság jelenik meg, ami kifejezetten emberi tulajdonság, és amiben már mi nagyon jók vagyunk, jobbak, mint a gépek. És erre az igény folyamatosan növekszik. Több mint 2-szeresére nőtt az igény a kritikus gondolkodásra. Ez megint csak egy emberi tulajdonság, szinte mint az összes előző, és ez szükség van arra, hogy megkérdőjelezzünk dolgokat, hogy ne álljunk bele a status quo-ba, tudjunk változtatni. Ez is folyamatosan nő az igény, hogy valahogy újítsuk meg a gondolkodásunkat. De ami a leginkább nőtt, és 3 év alatt a 3-szorosára emelkedett az igény, és a tanulmány szerint ez még sokszorozódni fog, az, na vajon mit tippelnek, digitális írástudás. Ez is már mindenhonnan folyik, de ezt alátámasztotta a tanulmány, hogy erre fantasztikus nagy szükség lesz, és hogy valószínűleg az összes munkakörben szükség lesz rá valamilyen módon, és ezt mindenképpen erre nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni. És ha most visszagondolunk a tavaszi online oktatásra, amit bevezettek. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek azt a készséget, amit itt megszereztek, ezt a digitális írástudást, amit az online oktatás bevezetése miatt szereztek most meg, azt sokkal inkább fogják használni a jövőben, mint azt a tudást, amit az online oktatás alatt tanultak. Érdemes ezen elgondolkodni.
A tanulmány kitér még arra is, hogy milyen készségekre lesz szükség, amelyekre még ma még nem jelentek meg nagyon jellemzően a munkaerőpiacon, de a jövőben várható az emelkedésük. Ebből hozok még néhányat. Az egyik a transzdisziplinaritás. Ezt leírni is és kimondani is nehéz, de voltaképpen arról van szó, hogy különböző szakterületek, különböző tudományágak eredményeit kombináljuk. Tehát az egyik tudományágból származó eredményt, azt át tudjuk emelni, és fel tudjuk használni egy másik tudományágban is. Erre borzasztó nagy szükség lesz jövőben, ebben a 100 munkakörben, amit említenek, soknál megjelenik ez. A következő az a rugalmasság. Ez amiatt lesz fontos, mert a jövőben állítólag egy embernek sokkal több munkahelye lesz az élete során, mint jelenleg. És emiatt nagyfokú rugalmasságra lesz szüksége, de a tudását át tudja vinni majd egyik területről a másikra, és kell majd alkalmazkodó képesség, minden ilyesmi. A harmadik pedig, amit már említettem, a folyamatos tanulás. Tehát, hogy ezt a képességet, ezt meg kell tanuljuk, és hogy erről nem lehet lemondani. Nem lehet az, hogy egy területre beásom magam, hanem folyamatosan képeznem kell magamat, és vagy önképzéssel, vagy a cégeknél képzésekkel. De akkor térjünk is át a tanulmánynak a legizgalmasabb részére, hogy akkor vajon milyen munkahelyeket jósoltak nekünk a jövőre, és ebből volt 100, és ebből 10-et elhoztam ízelítőnek, hogy kapjunk egy kis betekintést, hogy vajon mire számíthatunk a jövőben. Lássuk, melyek ezek. Az első ilyen szakma az a digitális implantátum tervező. Hát erre Miska bátya gondolkodás nélkül rávágta volna, hogy ez egy ördögi mesterség. Mit csinál egy ilyen digitális implantátum tervező? Hát ő olyan kiegészítőket, implantátumokat tervez, amelyeket be tudunk építeni a testünkbe. Itt olyanokra kell gondolni, mint például a fitness trackerek, amiket manapság karkötőként hordunk, vagy GPS nyomkövető, és akkor már látom az összeesküvés elméleteket a csippezésről, vagy pedig valamilyen egészségmonitorozó eszköz, ami közben tud avatkozni, vagy tud szólni, hogyha valami gond van az egészségünkkel. De olyasmire is lehet gondolni, ami például a különböző érzékszerveinket egészíti ki, vagy hozza föl például a látást, vagy a hallást, ilyenekre is van már példa. És egy ilyen tervezőnek olyan készségei kell legyenek, hogy kell érteni a technikához, az emberi testhez, a biológiához, jól kell tudjon kommunikálni, és nem árt, hogyha kreatív is. Egy ehhez kapcsolódó munkakör, egy másik, a kiborg pszichológus. Ez elég futurisztikusan hangzik, pedig már van ilyen, már létezik ilyen munkakör. Ő azzal fog foglalkozni, hogy azoknak az embereknek segít, akik valamilyen implantátummal kell együtt éljenek, például, ahogy a képen látszik, hogy egy műkézzel, de akár bármilyen más beépíthető implantátummal, hogy ezt a helyzetet hogyan tudja ő elfogadni, hogyan tudja feldolgozni, és hogyan tudja belőle kihozni a maximumot. De ha nagyon elterjednek a mindenféle beépített kütyük, akkor abban is segíthet, hogy ne legyünk függők ettől teljesen. Ez egy érdekes munkahely lesz biztosan a jövőben. Egy másik példa a játékosítás tervező. Ez is létező munkakör már, de a jövőben ez sokkal elterjedtebb lesz, és minden olyan helyre majd fogják keresni ezt a játékosítás tervezőt, ahol szeretnénk az embereket valamilyen viselkedésre rávenni. Ráadásul úgy akarjuk őket rávenni, hogy azt élvezettel csinálják, vagy szívesen csinálják. És ilyenkor lehet ezt játékosítani. Például az egészségügyben lehet ezt majd használni, hogy pontokat gyűjthetünk azzal, hogyha egészségesen étkezünk, vagy sportolunk, és ezeket a pontokat be tudjuk aztán valamire váltani, sőt a különböző területeket kombinálhatjuk is a játékosítással. Hát mindenképpen egy érdekes játékos jövő képet vetít ez előre. Következő megint egy nehezen kimondható munkakör, mikrobiotechnológus takarító. Hát ő mit is csinálhat? Hát ő mit takar ez a takarító szerep? Hát a Földön már összegyűjtöttünk, felhalmoztunk 9 milliárd tonna műanyag szemetet, állítólag, és ez a mikrobiotechnológus takarító azzal fog foglalkozni, hogy ezt megszüntesse valahogy. És
Bocsánat, úgy látom, hogy valami kérdést tettek föl. Nem tudom. Szóval már jelenleg is vannak olyan baktériumok, meg rovarok. Van egy viaszmoly lepke, amelyik szívesen elfogyaszt bizonyos típusú műanyagokat, és egy ilyen mikrobiotechnológus takarító azzal tud foglalkozni, hogy ilyen baktériumokat és rovarokat tenyészt a különböző műanyagfaj típusoknak megfelelően, és azután célzottan egy-egy területen beveti, hogy azt megtisztítsa. Többé-kevésbé. Hát nem egy egyszerű feladat, de mindenképpen egy hasznosnak tűnik. A következő ilyen munkakör az is hasonló, a hulladék helyreállító specialista. Hát ő is a szemétben fog turkálni, de teljesen más céllal. Ő neki az lesz a feladata, hogy a szemétből valahogy visszanyerje azokat a nyersanyagokat és ritka fémeket, amelyeket azután be tudunk építeni majd újabb termékekbe, és amelyekre valószínűleg egyre jobban megnő az igény. És abban is tud segíteni, hogy olyan termékeket készítsünk a jövőben, amelyekből aztán ezeket sokkal könnyebben lehet visszanyerni, és ezáltal is csökkentve a hulladék és a szemét mennyiségét. Ismét egy izgalmas munkakörnek tűnik, kihívásokkal teli. A következő az, hát, picit furcsán hangzik, tücsöktenyésztő. Hát tücsköket jelenleg leginkább ilyen mindenféle hüllőknek tenyésztünk, nekünk is van itthon néhány, szoktak ciripelni a háttérben, van egy gekkunk, és az csak élő tücsköt hajlandó megenni. De a jövőben ez sokkal nagyobb szerepet kap majd. Ugyanis a városokban ezeket a tücsköket kiválóan lehet tenyészteni, kis területen, függőleges elrendezésekben, nagyon jól automatizálható az egész tenyésztés folyamata, ráadásul a tücskök ilyen minimális szemetet termelnek, és ezzel szemben egy magas tápértékű, proteinben gazdag hát élelmiszert tudnak biztosítani saját maguk által. Lehet, hogy a jövőben kapunk néhány újfajta ropogtatnivalót, ki tudja. Következő szerepkör, vagy szakma, automata anomália elemző. Hát ő mesterséges intelligenciákkal fog majd foglalkozni, mégpedig akkor, amikor a mesterséges intelligenciát megkérik, hogy valami tanácsot adjon, és ez a tanács, ez etikátlan, furcsa, vagy politikailag inkorrekt. Mondok egy példát, mert most is vannak ilyenek, csak a jövőben még több lesz. Amerikában használták az interjúk előszűrésére a mesterséges intelligenciát, és meglepődve tapasztalták, hogy nagy arányban szűrte ki a fekete jelentkezőket, annak ellenére, hogy a bőrszint egyáltalán nem is tárolták sehol. És mint kiderült, azért, mert statisztikák alapján lepontozta azokat a területeket, ahol főleg feketék laktak, és így hozta vissza indirekt módon a rasszizmust a rendszerbe. Hát egy ilyen automata anomália elemző az ilyen furcsa eseteknek tud utána járni, kideríteni, hogy mi okozta, és azután finomítani az algoritmust, hogy megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. De az is lehet, hogy bizonyos esetekben, hát most nem ebben, de más esetekben ezek a furcsa javaslatok még hasznosak is lehetnek. Következő szerep, hasonló egy kicsit, automata forgalomirányítási hiba elhárító. A jövőben állítólag sokkal több, sőt, egyes városokban már szinte csak önvezető autók fognak közlekedni, és ezáltal egymással kommunikálnak majd, folyamatos forgalmat biztosítanak, nem lesz szükség jelzőlámpákra sem, nem lesznek balesetek, de néha ebbe az idilli világba valami belerondít, és valami történik. Például valaki részt vesz a forgalomban egy kézi vezérlési autóval, szabálytalanul, vagy valami extrém időjárási körülményön közbe, vagy hackerek veszik át az irányítást, és ilyenkor jön az automata forgalomirányítási hiba elhárító. Ő megnézi a rendszert, hogy és gyorsan döntéseket tud hozni, beavatkozik és helyreállítja a rendet. Hát nem lesz egy egyszerű feladat, az biztos, de izgalmasnak az. Teljesen más területre megyünk még, az utolsó két szerep, szakma, 100 éves tanácsadó. És itt nem a tanácsadónak az életkorára gondolok. A jövőben sokkal több olyan személy lesz, aki eléri majd a 100 éves kort. Nagymamám 2 éve volt 100 éves, és hát sajnos a 101-et már nem érte meg, de a jövőben ez sokkal gyakoribb lesz, és rengeteg olyan ember lesz, aki ezt eléri, ezt a kort, és ráadásul még jó egészségben is, vagy viszonylag jó egészségben. És egy ilyen tanácsadó nekik segít abban, hogy ezt az új életszakaszt, amelyik most még szinte ismeretlen, ezt ki tudják használni, és ők, mivel digitális írás tudatlanok leginkább, ezért a technológiai vívmányokat is
tudják beépíteni az életükbe. Hát egy példa erre, hogy mit tudnak beépíteni, az a nosztalgista, ez a kedvencem. Ő azzal fog foglalkozni, hogy egy ilyen virtuális, biztonságos környezetben az idősek számára újra teremti a legkedvesebb emlékeiket, és azokat újra tudják élni. Hát ezt még lehet, hogy még én is megérem, ki tudja, és újra láthatom majd Miska bátyját, ahogy szereli a Moszkvicsát. Hát ha sikerült fölkeltenem az érdeklődésetek ezekkel a munkahelyekkel kapcsolatban a jövőből, akkor a weboldalukon, a tanulmány weboldalán meg tudjátok nézni a további 90 ilyen munkakört, hogy mik lehetnek, sőt van egy teszt is, amelyhez kitettem a linket. Ha ezt elvégzitek, akkor javasol még 2-3 olyan munkakört, amely kifejezetten nektek lenne a legjobb. Érdemes ezt elvégezni, a QR kódot még kint hagyom, hogy be tudjátok még szkennelni. Tavaly volt szerencsém kipróbálni egy ilyen i3-as teljesen elektromos BMW-t, és néhány óra vezetés után minden szempontból lenyűgözött, kivéve talán a formáját. Eszembe jutott utána Miska bátyja, hogy mit gondolna erről. És kinyitottam a motorháztetőt, hogy egyáltalán mit látunk ennek a motorjából, és csalódnom kellett, mert semmit. A motorház alatt egy újabb csomagtartó van, ahol praktikusan tudom tárolni a töltőkábelt. Már azt sem tudom megérteni, hogy nem is látok, nem is férek hozzá, hogy mi működik. De talán ebben Miska bátyának nem volt igaza. Nem kell mindent megértenünk, és nem kell mindent folyton szétszednünk. És amit a legfontosabb talán, hogy nem kell a gépekkel versenyeznünk, hanem használjuk ki őket. És hogyha rájuk építünk, ha velük együtt használjuk azt, amiben ők jók, meg amiben mi vagyunk jók, akkor olyan dolgokat tudunk megvalósítani a jövőben, amiről ma még csak álmodunk. És ezeket az ördögi mesterségeket ördög ilyen jó mesterségekké tudjuk alakítani. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük az előadást, hát azt kell mondjam, hogy én elég sok science fiction irodalmat olvasok, de hát némelyik ördögi mesterség az azt hiszem, hogy a legmerészebb sci-fi írói álmokat is felülmúlta, de nagyon inspiráló volt, és hát a digitális írástudás jelentősége egy olyan szervezet számára, amelyik több mint 500 000 LCDL-essel büszkélkedhet, az mindenképpen egy nagyon inspiráló dolog. Csaba, egy kérdés érkezett, de az, hogy nagy időcsúszásban vagyunk, ezért maximum, hogyha villámválaszt tudsz adni, Pálfalvi család kérdezte, hogy a munkád során mely készségeidet tudod leginkább hasznosítani, amit a elmúlt 5 évben tanultál. A kapcsolatteremtés és a kommunikáció. Bocsánat, visszhangzik. Ami leginkább a kommunikáció. Ez az, amit úgy éreztem, hogy nagyon sokat ad hozzá, és hogy a kapcsolatteremtés szerintem kifejezetten fontos lesz a jövőben is, hogy minél szélesebb kapcsolati hálónk legyen, és erre nem lehet eleget fordítani. Ez talán a leginkább, amit tudtam használni. Nagyon szépen köszönöm, hát azt hiszem, hogy a kommunikációval nincsenek problémáid. Köszönjük szépen a kiváló előadást, és tisztelettel felkonferálom a következő előadót, aki dr. Prónai Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa. Szeretettel köszönöm, és az előadás a címe, hogyan változtatta meg a COVID a közösségi tudás alkalmazását. Hát azt gondolom, hogy ez egy égető téma, mert a rengeteg fake news, az akár komoly egészségügyi veszélyhelyzetet is elő tud idézni, vagy hozzá tud járulni, úgyhogy azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon izgalmas lesz. Parancsolj! Kicsit úgy éreztem magamat, hogy én nosztalgista szeretnék lenni, és visszamenni mondjuk akár csak egy évvel korábbra, és ezt a mostani helyzetet magunk mögött tudva, vagy egyáltalán ettől lelkileg is szabadulva, ami most jelenleg ránk nehezedik, de a mostani prezentációban mégis erről a COVID helyzetről fogok beszélni. Azt fogjuk ugyanis megvizsgálni, hogy a fogyasztók, ugye én marketinges területről jövök, a gazdaságtudományi karon dolgozom, fogyasztók hogyan reagáltak a közösségi tudás növekedésére az elmúlt 5 évben, mi volt az a táptalaj, ami tulajdonképpen az elmúlt években egyre inkább
kialakult, és erre a táptalajra, amikor a Covid-nak a magia megérkezett, akkor ebből milyen növény is fejlődött ki, és hogyan jutottunk el odáig, amit itt az előbb hallhattunk, hogy gyakorlatilag a fake news-ok között már nem nagyon tudjuk megtalálni, hogy pontosan mi is az igazság, és mindannyian ebben az iszonyatos információs tengerben evickélünk, és próbálunk rájönni arra, hogy vajon egyébként ez a hatalmas információs mennyiségből mi az, ami valóban értékes. Na de kezdjük egy ennél jóval hétköznapibb és jóval kevésbé nyomasztó témával. Egy átlagos konferencián az lenne az egyik fő probléma, hogy az ember, aki oda szeretne menni, akkor előtte próbál nyakkendőt kötni, és hát ez van, ahol sikerül, van, amikor kevésbé sikerül, van, amikor jobban. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően három típusa van az embereknek, akik nyakkendőt kötnek. Az egyik a szerencsés, aki tud nyakkendőt kötni. A másik a talán még szerencsésebb, akinek a párja vagy felesége köti a nyakkendőt. És hát van a hármas kategória, aki nem tud, valamikor néha kényszerül, és akkor hát vagy van még valami 80-as évekből az érettségiről megmaradt, megkötött nyakkendő, amit mindig csak meglazított és átbújtatott a fején, vagy pedig egyszerűen kénytelen most valami megoldást találni rá. Na ez a hármas csoport a legnépesebb egyébként, ők vajon honnan szokták ezt megtenni? Hát tulajdonképpen ők nem máshonnan, mint ahonnan a legtöbb információt manapság is beszerezzük, megnézik a Google-ben, hogy vajon ez, hogy hogyan kell megkötni egy nyakkendőt, erre milyen találatot dob föl. Hát közel 2,8 milliárd találatot találunk erre, tehát valóban a Google ebben is tud segíteni, és a nyakkendőkötési statisztika, mert az USA-ban ilyen is van, szerint az amerikai férfiak közül 15 ezeren tanulják meg azt, hogy hogyan kellene nyakkendőt kötni. Ez kvázi egy heti rendszerességgel ismétlődő folyamat, tehát gyakorlatilag egy tömegjelenségről beszélünk, és honnan tanulják meg? Hát megnézik még a YouTube-on azt, hogy milyen módon kell nyakkendőt kötni, vagyis hozzáférnek ahhoz a tudáshoz, amit mások, teszem hozzá, viszonylag egyszerű hétköznapi emberek osztottak meg velük, de ha megnézzük, hogy ezek az egyszerű hétköznapi emberek megkötöttek egy nyakkendőt kamera előtt, és 72 millió, 28 millió, 39 millió ember nézte meg azt, hogy szerintük hogyan kell megkötni egy nyakkendőt. Összességében az, hogy hogyan kössünk nyakkendőt, ez a how to tie a tie, ez a negyedik leggyakoribb keresések között van az ilyen how to kategóriában, de hogy mennyire abszurd egyébként az, hogy az emberek hogyan használják ezt a közösségi tudást, itt nem bírtam ellenállni annak, hogy kitakarjam a második leggyakoribb how-to típusú keresést. Én azt gondolom, hogy az első 100 tippükben nem lenne benne. Tehát minden résztvevőt megkérdeznék, hogy mi lehet az, ami itt második helyen áll. Tudja, az első 100 tippben nem lenne benne az, hogy how to make slime. Tehát nem how to make a smile, tehát hogyan kell mosolyogni, hanem hogyan kell slime-ot készíteni. Ugye akiknek vannak kisgyerekeik, ők azért valószínűleg ismerik ezt a slime, hát nem is a szörny szülöttet, tehát ez azért az intelligens gyurmának egy szerencsétlen elfajzott változata. Ezt is azt nézzük meg a neten, hogy mondja már el nekünk, havi szinten másfél milliós kereséssel próbáljuk azt megtalálni, hogy mondja már el nekünk valaki, hogy hogyan kell slime-ot készíteni otthon. De amúgy hogyan kell mondjuk a Mac-en screenshotot csinálni, ez is eléggé népszerű keresés. No tehát, ezután felültés után, hogy tudjuk ezt összefoglalni, mit látunk itt? Azt, hogy a közösségi tudás, ami tulajdonképpen egy olyan fajta ismeret, ami a közösséghez való tartozásból ered. Egy kollektív tudat, abból adódóan, hogy én része vagyok egy közösségnek, ebből adódóan hozzáférek bizonyos tudáshoz, ez jelenleg befolyásolja az emberek döntéseit. De jelzem, ez tulajdonképpen régebben is így volt. Ez alapvetően egy régi jelenség, hogy az ember része egy közösségnek, és a közösség által megosztott tudásból építkezik saját maga is. Ehhez nem kellett se internet, de még adott esetben civilizáció se nagyon. A közösségi tudás az tulajdonképpen egyidős az emberiséggel. Viszont nagyon-nagyon máshogy néz ki ez jelenleg. Egyrészt sokkal gyorsabban lehetünk tagjai bizonyos közösségeknek. Csak gondoljunk bele abba, hogy én, hogyha most itt a prezentáció után szeretnék részese lenni a mosható pelenka csoportnak a Facebookon, egyetlen kattintással rögtön, nem tudom, 30 ezer anyukához tudnék csatlakozni, akik mosható pelenkával küzdködnek, fogalmazzunk így, de ugyanilyen gyorsan tudnék csatlakozni a Chicago Bears szurkolói táborához, és ugyanilyen gyorsan tudnék mondjuk egyébként az oltástagadókhoz is csatlakozni. Egy-egy kattintással meg tudom ezt tenni. Sokkal gyorsabb a tagság, sokkal több az interakció is. Sokkal több közösségnek vagyok tagja, a több közösségből több információ jön rám. Ebben az új hálózati keretben gyakorlatilag fogalmazhatunk így, hogy meg ezerszereződött, vagy ilyen
teljesen új dimenzióba helyeződött a közösségi tudás mértéke. Viszont abból adódóan, hogy nagyobb ez a közösség, nem csak azt kell látnunk, hogy több a tudás, ami ebből a közösségből származik, de azt is látnunk kell, hogy ez jóval nehezebben átlátható. Gondoljunk arra az egyszerű hétköznapi jelenségre, hogy aki elfelejti kikapcsolni a telefonjának a kis értesítéseit, és mondjuk egy fél napra megfeledkezik a telefonjáról, megnézi, és 25 darab Viber üzenet, Messenger jelzés, Gmail értesítés várja. A közösség próbál velünk folyamatosan kapcsolatot fönntartani, gyakorlatilag átláthatatlan. Most képzeljük el azt, hogyha elkérjük egy tinédzsernek mondjuk az okostelefonját, és abban nézünk bele, ahol még inkább a közösségi interakciók számítanak, a digitális közösségi interakciók, ott képtelenség egyáltalán átnézni, hogy milyen csoportok vannak, amelyekben folyamatosan özönlenek rájuk az üzenetek. Vagyis ez a közösségi tudás, ez jelenleg valóban egy olyan szteroiddal fölnövelt jelenségé vált, amiben egyre nehezebb az elboldogulás. No, ezek alapján viszont érdemes azt megvizsgálni, hogy akkor most manapság a fogyasztók hogyan döntenek. Ezt három lépésben fogjuk megnézni. Egyrészt megnézzük, hogy általánosságban hogyan informálódnak a fogyasztók, honnan szerzik az információkat. Ha megvan az, hogy honnan szerzik, megnézzük, hogy melyeket tartják ezek közül hitelesnek. Mi alapján döntik el, hogy egy forrás hiteles vagy sem. És ebben a helyzetben vizsgáljuk meg azt, hogy na akkor a COVID hogyan változtatta meg ezt a környezetet. Nos, honnan informálódnak a fogyasztók? Gondoljunk megint egy egyszerű kérdésre, ha azt kérdezném önöktől, hogy mennyi Tokió lakossága, akkor hát van, aki tudja fejből, itt ugye az eminensek emlékeznek arra, amit tanultak korábban, ami persze már idejét múlt, van, aki annyira up-to-date, hogy a jelenlegi számokat is tudja, az igazán művelt azt fogja mondani, hogy hát hol ennyi, hétvégén más, mint hétköznap, éjjel más, mint nappal, akkor az ingázás. De az átlag fogyasztó jelenleg azt mondaná, hogy hát fogalma nincs, megpróbál utána nézni, és hát fordulhatna ilyen szempontból mondjuk az Enciklopédia Britannikához, mint az emberiség leghosszabban összegyűjtött, legnagyobb tudástára, tehát több mint egy évszázadon keresztül dolgoztak rajta, hogy 70 ezernél is több szócikket, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az emberiség leglépszerűbb, legszélesebb tudástárat összeállítsák, vagy nem ehhez nyúlnánk. Vagy simán bejutnénk a Wikipédiába, mert szép dolog a 70 ezer szócik, de ugye a Wikipédiában már átlépte, csak az angol nyelvű verzió is átlépte a 6 millió szócikket, és ez kb. 570-nel vagy 600-zal növekszik naponta. Tehát mondjuk egy 85 darab Enciklopédia Britannikát tudhatunk a telefonunkban is, és nem is az érdekes, hogy ez ott elérhető ez az információ, hanem az az érdekes, hogy ezt, akik összegyűjtötték, szemben amúgy mondjuk az Enciklopédia Britannika szakértőivel, ezt, akik írták, ezek nem szakértők, vagy legalábbis semmiképpen nem olyan akadémikusok, vagy annyira elismertek, mint az Enciklopédia Britannikát összeállítók, hanem ezek kvázi átlag emberek, akiknek persze lehet jó szaktudása, de ők állítottak össze egy olyan tudástárt, amit nem más, mint maga a közösség mér meg, maga a közösség javít. De a Wikipédiánál az angol nyelvű verzióban néhány másodperc a hibajavítás. Tehát ha én beírnám azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump, jelenleg mivel nem tudjuk, hogy éppen ki az elnök, ezért véletőleg néhány másodpercen belül törölnék, vagy javítanák ezt a bejegyzésemet. Tehát egy iszonyatosan intenzív és nagyon szertágazó tudástárral van dolgunk. De nem csak ilyen tudományos kérdésekre használjuk ezt. A hétköznapi döntéseinkhez, hogy hol ebédeljünk, megnézzük mondjuk, hogyha olyan városban vagyunk egy konferencián, ahol korábban még nem voltunk, hogy milyen az értékelése az éttermeknek, hogy menjek el oda, amit ugye a Waze, vagy hát Magyarországon szerintem ez már örökre vazze marad, a Waze mond magáról, hogy outsmarting traffic together, tehát együttesen okosabbak leszünk, mint a forgalom. Megkérdezem, hogy mások milyen útvonalon mennek oda, és akkor hát ugye ismerjük ezt az ismeretlen városba vazézést, hogy olyan utcákon járunk, ahol még a helyiek se jártak soha, de megpróbálunk olyan útvonalat találni, mint egy vagy két ember már korábban járt, és elbírta kerülni a csúcsforgalmat. Másokra, nem valami közlekedési mérnökökre fogok hagyatkozni, más hozzám hasonló közlekedőkre. Vagy milyen filmet nézzek este, szintén hétköznapi döntés, nem filmkritikákat fogok olvasni, vagy filmes magazinokat fogok olvasni, még csak nem is azt a barátomat hívom föl, aki sok filmet néz, hanem megnézem összességében, hogy a közösségi tudás mit javasol. Ford.hu-n vagy az IMDb-n melyik filmnek nagyobb az értékelése. Vagyis, hogy honnan informálódnak a fogyasztók manapság,
mondhatjuk azt simán közösségi tudásból, megkérdezik a tömeget. Na oké, de hisznek ennek a tömegnek? Hisznek ezeknek a digitálisan elérhető véleményeknek? Induljunk ki ismét egy hétköznapi helyzetből. Fölkelünk reggel, és van a kezünkön valami olyan kis barna folt, bőr elváltozás, ami korábban még nem volt ott, este még nem volt ott. Ugye elég ijesztő helyzet, pláne manapság. Mi a fenét kéne ezzel csinálni? Kihez forduljak? Menjek a házi orvoshoz? Nem nagyon ajánlatos most. Bőr és nemi beteggondozóba? Hát az egyébként se az a hely, ahol mondjuk szívesen fordulunk meg, vagy tehát ahol szeretünk még szelfizni, hogy eljöttünk. Kérdezze meg nagymamámat, hogy volt-e ilyen, tapasztalta a 87 éve alatt ilyet. Mit csináljak? Hát mi van, ha ugyanazt csinálom, mint a nyakkendőkötésnél? Simán beütöm oda a Google-ba, what's on my skin, 3,5 milliárd találatot fogok erre kapni, vagyis elkezdek a közösségi tudáshoz nyúlni egy ilyen helyzetben is, ami egyébként szaktudást igénylő dolog lenne. De hát mikor fogok én igazán megnyugodni? Hát az is jó, hogyha a webbetegen vagy az akárhol látok erre vonatkozom majd tanácsot, de a legtutibb az az lenne, hogyha találok egy olyan közösséget, hogy reggelre barna folttal kezükön ébredők társasága, ahol 16 ezer ember osztja meg egymással, hogy ő fölkelt reggel, és volt egy ugyanilyen barna folt a kezén, és ezt kellett csinálni, és elmúlt. Na, az valami. Mert az, hogy az orvos mit mond, vagy egy webbetegen mit mond a szakértő, az valamennyire hiszem, valamennyire nem. Az, hogy egy nagyobb közösség mit mond, na, azt már elhiszem. Összetett kérdésekben is nekik fogok hinni. Hova menjek nyaralni? Hát nézzük meg, hogy most nézzünk belföldi nyaralásokat. 3617 értékelés alapján, itt látok mondjuk Szegeden melyik hotelt ajánlják nekem. Hogyan legyek csinos? Hogy nézzek ki jól? Ugye ez is egy emberiséggel szinte egy idős dilemma. Hát nézzük meg erre, mit mond a közösség. Itt most hoztam mondjuk a Life Tilt csoportból, ugye ez egy viszonylag nagy sikersztori Magyarországon. Itt a fenékformálás, meg narancsbőr program, tehát itt azért nézzük meg, hogy ilyen 37 ezres, meg 22 ezres tagságú zárt csoportok, amik arról szólnak, hogy javarészt hölgyek vannak benne, szinte kizárólagosan, és ők a narancsbőr ellen küzdenek, a feneküket formálják, és megosztják egymással ezeket a képeket, megosztják egymással ezeket a tapasztalatokat, vagyis a közösség tanácsot ad annak tagjainak, még ilyen intim kérdésben is. De akár olyan összetett dologban, hogy hogyan kell gipszkartonozni, most ugye mesterembert se találni, meg egyébként is be vagyunk zárva a lakásba, és jó lenne egy kicsit otthonosabbá tenni, hát kezdjünk egy gipszkartonozni, nyilván meg tudjuk mi azt csinálni, amit más szakértő, gondoljuk mi úgy, és akkor nézzük meg, hogy a YouTube-ról hogyan tudok megtanulni gipszkartonozni, hát több százezres nézettségű videókkal, és ez csak a magyar nyelvű verzió, magyarázzák el nekem ezt az összetett jelenséget is. 10 évvel ezelőtt föl nem merült volna bennem, hogy majd én megtanulok másoktól általuk megosztott videókkal gipszkartonozni, ahelyett, hogy szakembert hívnék ki. És akkor azt mondom, hogy pénz, ami aztán megint egy szenzitív téma, hogyan kell okosan vásárolni? Bravúros beosztók, Facebook csoportja több mint 83 ezer taggal, folyamatosan osztják meg azt, hogy hol, milyen kuponban, milyen kedvezmény. A marketingeseknek egyrésztről a vágyálma, másrészt a rémálma. Tehát egy rosszul beállított online akciót azonnal 80 ezer ember fog megtámadni, és rögtön a véletlenül 13 ezer forint helyett 1300-ra beállított ruhadarabból 3000 darab megrendelés fog érkezni egy másodpercen belül. A közösség segít abban is, hogy mit vásárolj. De itt érkezünk el egy fordulóponthoz. Látni kell azt, hogy a közösségben nem csak a zsenik találnak egymásra. A Flat Earth Society, vagy a Lapos Föld Hívők Társasága, a Lapos Föld Hívők Társasága, tehát akik szerint a Föld lapos, 213 ezres közösséggel rendelkezik csak a Facebookon. Akik, ez nem egy gag, akik abban hisznek, hogy valóban bizonyos tudományos módszerekkel be lehet azt látni, hogy a Föld tulajdonképpen lapos. Vagyis kinek hisznek az emberek ebből a hatalmas közösségi tudás kavalkádból? Nem a szakértőknek, hanem a tapasztalt tömegnek. Engem ez érdekel. Jó sok ember legyen, és olyan, aki megtapasztalta ezt. Tehát nem olyan, aki ezt tanulta valaha 20 évvel ezelőtt valami könyvből, hanem aki átélte, megtapasztalta, értékeli, csillagozza, véleményt tud róla írni.
No, hát ez volt a helyzet mondjuk 2020. január 1-én, ez volt az a talaj, amire így Wuhanból egyszer csak ráesett egy mag, és elindult az a helyzet, ami azóta is meghatározza mindennapjainkat, vagyis a koronavírus elszabadult a világban. Hát hogy alakult a COVID-19 alatt, és hogyan alakul ez a közösségi tudás? Mennyire tudunk ebben megbízni? Ha azt mondom, hogy egyetlen jellemzőt kéne mondani erről az időszakról, ha egyetlen szót kellene mondanunk, akkor azt mondhatnánk, hogy a bizonytalanság. Minden tekintetben a bizonytalanság. Tehát egyrészt az intézményi teketóriázások, és itt hazai, nemzetközi szinte egyaránt, Európa, Amerika, Ázsia, az intézményrendszerek a WHO-tól elkezdve egészen a helyi körzeti orvosig össze-vissza, egyetelőre, egyet-hátra, jobbra-balra módon próbálnak kommunikálni. Kell maszk, nem kell maszk, mégis kell maszk, ilyen maszk kell, tök mindegy, milyen maszk kell. Nem szabad maszkot hordani, muszáj maszkot hordani. A lehet menni rendezvényre, tilos menni rendezvényre, lehet, de maszkban folyamatosan felülírják a saját maguk által meghozott intézkedéseket is. Ami önmagában persze egy ilyen szervezeti rendszerben lehet a sajátja egy tanuló szervezetnek, de ebből egy átlagfogyasztó azt látja, hogy bizonytalanság nem egyértelmű kommunikáció van. Az intézmények se tudják, hogy mit kellene csinálni. Ebből adódóan olyan mértékben növekedett meg az ilyen álhír és fake news és összeesküvés elméleteknek a tárháza, amit korábban sose láttunk, hiszen itt az zavarosban lehet a legkönnyebben halászni, tehát ebben a helyzetben, mikor nem lehet elkülöníteni egymástól a hitelest és a kevésbé hiteles információt, a hiteles forrást, a kevésbé hiteles forrástól, hát itt aztán tulajdonképpen a jó és rossz szándékú fake newsoknak is nagy terepe van. Jó szándékú fake news alatt értem azt, hogy valaki simán úgy gondolja, hogy szerinte ez igaz. Ő ezt hallotta, ő tapasztalta, ő valóban úgy került el a Covidot, hogy minden nap csinál 10 darab lebegülést, és ez neki bejött, és megosztja. Nem rossz szándékkal, simán javító szándékkal. Viszont kétlem, hogy a lebegülése vagy a négytemű fekvőtámasszal lehetne harcolni a mostani helyzetben. Mit csinál erre a fogyasztó, mit csinál az átlagember erre? Elkezd felállítani egy úgynevezett egyéni hitelességi hálózatot. Ami megint csak nem a Covid-nak a szüleménye, egyébként is az emberek így működnek, hogy van egy kvázi hitelességi hálózat, egy olyan csoport, akinek a véleményét elhiszi, és egy olyan csoport, akinek nem. De itt még nagyobb jelentősége van ezeknek az embereknek. Felállítom azt a 6-8-10 kötőjel 30-40 emberből álló hálózatot, ahol azt mondom, hogy ha ők mondják, akkor igaz. Ha ők mondják, akkor elhiszem. Ebben vannak szakértők, tehát akár nemzetközi szereplők, de lehetnek simán átlag emberek is. Tudom, hogy a Lajos, mivel ő, nem tudom, beteg hord a kórházba, ő nagyon jól informált, ha Lajos azt mondja, hogy, akkor az igaz. Az Erika már márciusban is tudta, hogy mit kell csinálni, ha ő most azt mondja, az igaz. Ráadásul minél nagyobb ez a tömeg, minél nagyobb a Lajosokból álló közösség, meg az Erikákból álló Facebook csoport, annál inkább érzem úgy, hogy Lajosoknak és Erikáknak igaza van. Mi több, azért is igazuk van, hiszen úgy gondolják, mint ahogy én. Na most nyilván mindannyian nem lehetünk hülyék, én is, meg ők is, valószínűleg mindannyiunknak igaza van. Észreveszünk ebbe ugye azt az abszurditást, hogy ez teljesen jól működik akkor, amikor a forgalmi dugót kell elkerülni, vagy esti filmet kell választani, vagy éttermet kell választani, de a mostani helyzetben ez egy elég veszélyes hozzáállás. Na nézzük először a napos, majd az árnyoldalát ennek. Hát a napos oldal az, hogy ezek a digitális fogyasztói közösségek, ezek valóban segítik egymást számtalan módon. A TechCrunch által megosztott kutatás alapján az Egyesült Államokban több mint 4,5 millió ember csatlakozott valamilyen fajta ilyen support grouphoz, tehát ilyen COVID támogató csoporthoz, de ez amúgy Európában is több milliós méreteket öltött. Ezek a csoportok segítik egymást azzal, hogy hogyan lehet mondjuk a karantén alatt hogyan lehettek aktívak, a pszichés nyomás alatt hogyan lehet megőrizni a szellemi frissességet és a pozitív gondolkodást. De ugyanúgy hazánkban is találunk Koronavírus Magyarország Facebook csoportot, ami nem a hivatalos csoport, simán egy alulról szerveződő, önsegítő közösség arról, hogy akiket ez a probléma érint, vagy akik ez iránt különösen érdeklődnek, ők egymással meg tudjanak osztani információkat. Sőt, akár speciálisabb szegmens, tehát akik túlélték a koronavírust, ők is önszerveződő módon egymással osztanak meg mindenféle tapasztalatokat. Ez a napos oldal. Tehát úgy tűnik, hogy ebben a nehéz helyzetben számíthatunk a közösségre, meríthetünk a közösségi tudásból. No, az árnyoldal viszont.
szintén a TechCrunch által megosztott kutatásból. Több mint 100 olyan álhírnek tekinthető információt és oldalt találtak, amit 1,7 milliószor osztottak meg, és több mint 117 millió emberhez jutott el, csak január és április között az USA-ban. Ezeknek 41%-a még akkor is élő oldal volt, amikor ezt a kutatást csinálták. Egyszerűsítem, több mint 100 millió emberhez jutott el olyan közösségi tudás, a közösség által, tehát nem valami elnyomó rendszer, meg Big Brother, meg kormányzati manipuláció, hanem a közösség által megosztott tudás jutott el a közösség tagjaihoz, ami bizonyítottan tévhit. És akkor itt fogalmazhatnék úgyis, hogy kommentár nélkül osztok meg néhány olyan dolgot, ami legalábbis kérdéses validitással rendelkezik. Ugye itt láthatjuk ezt a képet hozzá, azt a szöveget, hogy kard, mely végleg kivégzi a háttérhatalmat, német kard, a Berlin koronavírus elleni tiltakozás, 2 millió ember az utcán szájmaszk nélkül, mondja ez a Facebook bejegyzés. Hát ide a, hogy inkább azt mondom, a helyzetet illusztrálandó kis képsor, hogy az összeesküvés elméletek hívei nem tartják a social distancinget, majd ezt követően elkapják a koronavírust, és az 5G-re fogják. És hát láthatjuk azt, hogy várjuk, hogy az oltás meg fogja oldani a problémát, és ezzel arányosan egyébként, ahogy haladunk előre az időbe, nő azoknak a száma, akik azt mondják, hogy semmiféleképpen nem akarják fölvenni a védőoltást, hiszen ez egy újabb manipuláció, ahogy az előző prezentációban is hallhattuk, hogy itt a csippes összeesküvés elméleteknek a tárháza szintén szinte végtelen. De azt látjuk, hogy ez mind-mind közösségi tudás, tehát még egyszer hangsúlyozom, nem valami globális vagy felülről jövő kormányzati akármilyen összeesküvés, az emberek saját maguk osztják meg egymással ezeket az információkat, amik nem feltétlenül viszik előre őket. Vagyis azt mondjuk, hogy hogyan döntenek a fogyasztók? Hát a közösségi tudásból informálódnak, tapasztalt tömeget keresik, és a COVID-19 után még inkább szkeptikusak, és azt hiszik el, amit a közösség hitelesít. Függetlenül attól azt, hogy egyébként ezt a WHO mondta, vagy egy orvosi szakcsoport mondta, vagy egy új kutatókör mondta, ha azt az általa fölállított hitelességi kör nem validálta, nem mondta azt, hogy igen, és ez az Erikák és Lajosok szerint is igaz, akkor onnantól kezdve egyszerűen ő nem fogja ezt elhinni. Mert azt mondja, hogy annyi mindent mondtak már, hogy én ezt nem fogom elhinni. Ebben a helyzetben borzasztóan nehéz információt eljutatni a fogyasztóhoz. Na nézzük meg, hogy akkor vállalkozásként, vállalatként mit tudunk csinálni ebben a helyzetben, milyen javaslatokat lehet mégis megfogalmazni. De egyrészt fontos megismernünk a közösségi tudást, tehát legyünk tisztában azzal, mit lát rólunk a tömeg, mert a közösségi tudás fontosabb csatornává vált, mint bármilyen korábbi csatorna. Kezdjük el a saját közösségünket táplálni, adjunk teret ennek a közösségnek. Önmagában érték már az, hogy van körülöttünk egy közösség. Meg kell próbálni őket minél inkább támogatni. És ezt táplálhatjuk olyan formában, hogy megosztható tartalmat gyártunk. De a megosztható tartalomra is igaz az, hogy a hitelesség lesz a legfontosabb fokmérője. Ebben a globális faluban a csalót baromi gyorsan elkapják, és függetlenül attól, hogy néha nehéz megállapítani objektíven, hogy mi a hiteles és mi a nem hiteles, ha mi vállalkozásként megpróbálunk más színben feltűnni, mint amit eddig, vagy mint amit hitelesnek gondolnánk, akkor egész nyugodtan oda is írhatnánk a nevünk mellé azt rögtön, hogy csaló, hiszen elég hamar ki fog derülni ez rólunk. Ebben az előadásban nem volt célom se senkinek a világnézetét itt bármilyen szinten befolyásolni, ez egyfajta vélemény volt, ugye én nem szeretnék javaslatokat megfogalmazni ilyen nagyobb ívű gondolatokra, tehát hogy mit kéne a koronavírussal, meg a fake newsokkal, vagy bármivel csinálni. Sokkal inkább próbáltam koncentrálni a végén olyan marketing típusú, vagy üzleti típusú javaslatokra, amik mellett egész nyugodtan kiállhat bármelyik cég. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen Prónai Szabolcs előadását, hát annak volt a bizonyítéka, azt hiszem, hogy egy egészen hétköznapi témáról is hihetetlenül távlatos gondolatokat lehet megfogalmazni. Nagyon, tényleg nagyon köszönöm. Egy kis csúszásban vagyunk, most a díjátadó első felére kerül sor, és utána azt hiszem, hogy a szünetten fogunk spórolni, semmiképpen sem a díjátadón természetesen, úgyhogy mindenkinek kérem a megértését, hogy csak egy
pár perces rövidebb szünetre fog sor kerülni, hogy tartani tudjuk a megbeszélteket. Tehát következzenek a nagymondtársaság hagyományos díjai, és mindenek előtt szeretnénk sok szeretettel felköszönteni az idén 85 esztendős Dömölki Bálintot, Neumann Társaság tiszteletbeli elnökét, aki az első elektronikus számítógépektől fogva a magyar informatika egyik iránymutató személyisége. Nagyon szépen köszönjük a eddigi munkáját, és a további munkájára is számítunk. Emlékplakettet kap a társaságért végzett munkájáért Pompériné dr. Mihály Klára. Korábbi életműdíjasunk idén köszön le a felügyelőbizottsági munkájáról. Nagyon szépen köszönjük lelkiismeretes munkáját, és továbbra is számítunk rá a közösségünkben. Idén ilyen online módon kerülnek átadásra a Tarján emlékérmek, Tarján Rezsőről, a társaságunk első elnökéről elnevezett díjról van szó, és hát nagy örömmel jelentem be az idei Tarján emlékérmeseket. Megosztott Tarján díjban, Tarján emlékéremben részesül dr. Bíró Piroska, dr. Kádek Tamás, dr. Kósa Márk Szabolcs és dr. Pánocs János. Ők mindannyian a Debreceni Egyetem oktatói, kiváló oktatói, és az ő nevükhöz fűződik a DEIC, tehát a Debreceni Egyetem Informatikai Karának regionális programozói csapatversenye. Ez egy elképesztő sikertörténet. Sok szeretettel gratulálunk a megérdemelt, megosztott díjhoz. Szintén Tarján emlékérmet kap 2020-ban dr. Németh Krisztián. Ő a Műszaki Egyetem népszerű tanára, és amellett, hogy a Műegyetemen egy igen sokszínű tanári pályát fut be, mellette a tanszékét alapító Kozma László professzor műegyetemi számológépének, az első magyar elektromechanikus számítógépnek a emulálásán vagy szimulálásán dolgozik. Nagyon sok sikert kívánunk ehhez a projektjéhez is. Konferenciákon kerül, hát úgymond átadásra természetesen a díjakat eljuttatjuk utána a díjazottaknak postai úton a Covid helyzetre tekintettel, de itt kerül kimondásra a Kalmár díjasok neve. Kalmár Lászlóról, aki egyébként a Neumann Társaság első számú tagja volt, és a hazai kibernetikai tudományok megalapítója volt, róla neveztük el a Kalmár díjat. Idén Kalmár díjban részesül Horváth Zoltán professzor, a Széchenyi Egyetem egyetemi tanára, matematikai számítástudomány tanszékének vezetője, aki a Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltató Hálózat elnökeként is az iparban felmerülő problémákat megoldó matematikai kutatásokkal és az alkalmazásokat validáló számítógépes szimulációkkal ért el elismerésre méltó eredményeket. Köszönjük szépen, és szeretettel gratulálunk a díjához. És szintén Kalmár díjat kap dr. Bertók Botond, aki a Pannon Egyetem docense, 2010 óta az IBM Szoftvertechnikai Kutatófejlesztő Központ vezetője. Főkutatási területe az optimalizáció, vezetésével egy olyan szoftverrendszer jött létre, amely a világ élvonalába tartozó matematikai modellezési technikákat és optimalizálási eljárásokat teszi elérhetővé, könnyen kezelhetővé. Még egyszer nagy tisztelettel gratulálok a díjakhoz. A díját adó második felére 17 óra 10 perckor kerül majd sor, ekkor további nagyon rangos díjakat jelentünk be. Most pedig kezdődhet a szünet, hát én amondó lennék, hogy ez egy néhány perces szünet legyen, és akkor a technikai csúszást is tulajdonképpen megspóroltuk. Köszönöm szépen a figyelmet!